Az összödi beszédtől a rendőrterroron át a bukásig. A Magyar Nemzet cikksorozatának mai részében Gyurcsány Ferenc 2006-os választási győzelmétől a 2009-es hatalomvesztésig dolgozta fel a volt miniszterelnök politikai karrierjét. Vagyis a Magyarországot máig sokkoló összödi beszéd nyilvánosságra kerülését és az annak nyomán kialakult tüntetésekre adott példátlan diktatúrákra jellemző rendőrterrort. A 2006-os választási győzelem után az MSZP frakció zárt ülést tartott a balatonüszödi kormányüdülőben. A kezdeti győzelmi hangulatot Gyurcsány Ferenc drámai hatású beszéde döntötte romokba. Kiderült ugyanis, hogy még az önkormányzati választások előtt 100 milliárdos nagyságrendű megszorításokra lesz szükség az ország valós gazdasági helyzete miatt, olvasható a Magyar Nemzet visszatekintő cikk sorozatában. Nem kicsit, nagyon. A trágár szónoklat egyes részletei szeptember 17-én délután szivárogtak ki. Majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogy a kormányoztunk volna. Ehelyett hazudtunk reggel, éjjel meg este. Budapesten és több vidéki városban tüntetéssorozat kezdődött. A tiltakozók Gyurcsány távozását követelték. Másnap a békés demonstrálókból kivált erőszakos csoportok megostromolták a Magyar Televízió épületét. Az őszi tüntetések legvéresebb napja pedig az 1956-os forradalom 50. évfordulójára esett. Október 23-án a rendőrség a kormányellenes tüntetőket szándékosan a Fidesz és a KDNP ünnepi nagygyűlése felé terelte. A kora hajnalig tartó tömegoszlatásban sokan súlyosan megsérültek, volt, akinek a szemét lőtték ki. A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrterror áldozatai később ugyan kártérítést kaptak, de az érintett rendőri vezetők megúszták a felelősségre vonást, sőt, többüket elő is léptették. Nem mondhatja, hogy nem jól csinálta. Gyurcsány Ferenc később igyekezett a hazugságbeszédet igazságbeszédnek beállítani, de a megszorításokról rendezett szociális népszavazás az MSZP-SZDSZ koalíció felbomlásához vezetett. A 2008-as gazdasági válság újabb megszorításokat hozott, Gyurcsányék pedig az IMF hitelért cserébe befagyasztották a közféra béreit, visszavonták a 13. havi bért, és elkezdték lefaragni a 13. havi nyugdíjat. A Magyar Nemzet emlékeztet rá, ekkor dőlhetett el egy titkos tokai találkozón, hogy Gyurcsány Ferencnek mennie kell. A 168 óra által megjelentetett Frontsebészet című könyv szerint ugyanis ezen a beszélgetésen derült ki, hogy nem tudnak olyan megoldást, ami egyszerre kerüli el a gazdasági csődöt és a teljes politikai vereséget. A beismerés felkavaró volt. Dobrev Klára el is sírta magát. A könyv szerint Gyurcsány lemondásáról ő mondhatta ki a végső szót.